Kedves nézőnk, köszöntöm Önöket! A mai vendégem Könyv István János, grafikus művész, képgrafikus designer, és nagyon-nagyon sok minden titulus sorolhatnék a művészeti ágatba, István. Találkozásunk pedig nem véletlen, hiszen a Magyar Kultúra napján te a Magyar Kultúra lovagja elismerésben részesültél. Hát ez egy óriási nagy életajándék, de ezt nem ingyen kaptad nyilvánvaló, hiszen iszonyatosan megdolgoztál érte. Talán elmondhatom azt is, hogy örömmel telt ez a 45 éves grafikus művészi életpálya, és ha az ember örömmel dolgozik, akkor talán még hobbinak is nevezhető az, amit csinál. Hogy kezdődött mindez nálad? Te is kiskorodban sokat rajzolgattál, aztán miért éppen a grafikai, miért nem mondjuk a festészet, a szobrászat, vagy valami egészen más? Én annyit tudok, hogy az összes többi művészeti képzőipari ágazathoz nagyon-nagyon kell tudni rajzolni. A legjobban azonban a grafikusok rajzolnak. Igaz lehet ez? Hát, talán igen, mivel többrétű a felhasználási módja a grafikáknak. A képgrafikától az ipari grafikái formatervezésig nagyon széles körű. De hogy honnan is indult? Hát az egésznek az oka tulajdonképpen egy bálna volt. Kisgyermekkoromban, amikor óvodás voltam, akkor járta az országot egy hatalmas bálna, amit különböző nagyvárosokban, utcák főterén, városok főterén nagy sátorba bemutattak. És ez így történt, hogy én mentem óvodába, amikor Nagykanizsa központjába egy ilyen sátor állt, és sok ember ment be az egyik végén, és a másik végén megjöttek ki. El nem tudtam képzelni, hogy mi a csoda lehet ott. Ez nem mindennapos látványosság. És alig vártam, hogy óvodából hazafelé menet bemehessek. És hát így történt. És lásd csodát, ott egy hatalmas nagy bálna volt kiállítva, amit egy norvég hajó lőtt ki, és mint kuriózumot, mint attrakciót mutatták be nagyvárosokba. És hát ez annyira megfogott, ez a szürreális látvány, hogy elkezdtem, addig is rajzolgattam, de akkor konkrétan, célzatosan azt a bálnát rajzoltam, amit láttam, már bizonyos betűket ismertem, aláírtam, hajót képzeltem hozzá. Így indult el tulajdonképpen egy olyan rajzsorozatom, amit első kiállításomként az óvodás koromban állítottak ki. Tehát innen indult el az, hogy tudatosan rajzoltam meg valamit, már nem csak gyermek módjára, ahogyan óvodában szokás. Környezetednek feltűnt, hogy sokkal többet és jobban rajzolsz, mint mondjuk egy átlag kis gyermek? Igen, szüleimnek is. Egyrészt mindent, amit csak lehetett, körbe rajzoltam, lerajzoltam. Mindegy volt, hogy szénnel, téglával vagy akármivel. A szomszédok nem mindig örültek ennek, mert egy téglakerítés volt az udvaron, és én arra felrajzoltam sok-sok mindent. Abban az időben fantasztikus filmek, az Orion űrhajó például, és ezek a régi, már múlt században volt nagyon nagy filmek, és ezekből kaptam ötletet, és rajzoltam. Aztán így a szüleim vittek olyan tanácsadóhoz, illetőleg rajz tanodába, ahol konkrétan Araszti László nagykanizsai festőművész rajztanodájába tanultam gyerekdiákként. Tehát onnantól már tudatosan, mondhatom azt, tényleg tudatosan készültem arra, hogy én más nem is tudtam volna elképzelni, mint a rajz valamilyen fajta világát. Milyen további képzésekben, kimondott szakmai grafikusi képzésben részesültél? Vannak dekoratőriskolák, kirakatrendezőiskolák, egyebek. Hogy volt ez nálad ez a folyamat? Én nagyon-nagyon szerencsésnek mondhatom magam is, hogy az egész életemre mondhatom, hogy a csodák világa, mert minden olyan sok nehézséggel induló kezdeményezésem megtalálta a helyét és kiforta magát. Tehát, mint ahogy említettem, rajztanodákba jártam, érettségi után jelentkeztem a képzőművészeti főiskolára, akkor még ugye főiskola volt, és hát nem volt olyan egyszerű akkor sem, ugye ma sem, akkor meg főleg nem volt egyszerű bejutni, nem sikerült a felvételim, és az idő meg közben ment, leérettségiztem, és Nagykanizsán az élelmiszer kiskereskedelmi vállalatnak dekor
cégé dekor részlegébe. Kértem, jelentkeztem, és kértem a felvételemet, csináltak velem egy próbanapot, ahol tervezni kellett, térbeli kompozíciókat, rajzi feladatokat kellett megoldanom, és örömmel értesítettek, hogy felvettek. És akkor ott kezdtem el tanulni egyáltalán ezt a világot. Tudni kell azt, hogy a kirakat rendező és dekoratőr szakma, mint olyan, mint lehetőség, az utca művészete. Salvador Dalitól idézek, ő is kirakat rendező is volt. Az utca művészete, és ha csak visszaemlékszünk még a mi gyermekkorunkra, akkor küldték a gyerekeket mindig, hogy ha már lábatlankodtak, hogy menjetek el, nézzetek kirakatokat. És tehát én is kirakatokat is rendeztem, és egy egészen különleges fantáziavilág elevenedhetett meg abba a bizonyos négyzetméterbe. Majd sikeres felvételit csináltam a kirakat rendező és dekor iskolára Budapestre, ahol ugyanazokat a... Tehát tulajdonképpen ez egy átjáró volt a hivatásos képzőművészeti világ, iparművészeti világ és a utcaművészete, illetve a különböző akkor már megjelenő médiumok, háttérgrafikai díszlet és egyéb színházi és egyéb ilyen díszletek, kiállítások és egyéb ilyen attrakciók háttérgrafikáihoz. Ott olyan tanárok tanítottak, akik képzőművészeti egyetemen tanító tanárok voltak, más szemlélettel, teljesen más világfelfogással, más látásmóddal, és miután volt nekem már szakmai gyakorlatom, hamar fel tudtam venni ezt a ritmust, és bátran mondhatom, hogy a legjobbak közé tartoztam, és az a megtiszteltetés ért, hogy a budapesti nemzetközi vásáron a tanáraimmal együtt dolgozhattam. Tehát éresbe benne lehettem ebbe a körbe, és a mellette pedig nyilvánvaló nem csak a munkámmal foglalkoztam, hanem önálló képgrafikai munkáimat is kezdtem már bontakoztatni, és különböző helyeken kiállítottam. Ehhez a munkához is, ugye mint minden művészeti ágazathoz szükséges az, hogy az ember ugye elvonuljon, csendben alkosson, ehhez a munkához pedig különösképpen, és nagyon sok ilyen művész ember azért kicsit úgy tűnik, mint hogy a magányos lélek lenne valamennyi értelemben. De abszolút nem, neked fantasztikusan megoszlik a személyiséged így ketté egy olyan értelemben, hogy országos kiállítások rendezője vagy, fesztiváloknak az aktív résztvevője vagy. Tehát egy nagyon nagy nyitás van a személyedben, és ezen a téren is értél el ugye sikereket. Rengeteg egyesületnek, szervezetnek, mint például a Szabad Képző és Iparművészek Országos Szövetségének az alapító tagja vagy. Aztán a Tolna megyei Képző és Iparművészek Egyesülete, aztán a Tolna megyei Népművészeti Egyesület, Dekorszövetkezet, rengeteg minden van, és kiállításait pedig nem csak az országban szerte, hanem még külföldön is láthatók, egyéni csoportos alkotások. Mi ez a nagyon érdekes megosztottság benned, ez a nagyon nagy aktivitás, ez az nagy életrenyitás? Hogy értékeled önmagadat ebben? Szükséged van erre az ellentétes tevékenységre? Ifjúkoromban nagyon nagy mesteremnek tartottam a szemlélete a munkái miatt, embersége és fantasztikus talentuma miatt Leonardo da Vincit. És Leonardo mondta azt, hogy a világon egyetlen dolog biztos, ami őszinte és állandóan van, az a megismerés. És a megismerés, mint olyan fiatal emberként, olyan közegekbe sodort és olyan közegekbe mozdított, ahol mindig rácsodálkozhattam újabb és újabb dolgokra. Én nem az a típusú művész vagyok, aki szeret csendben lenni, és behúzódik ilyen fél homályba, és várja az ihletet, és akkor majd ott úgy kibontakozik, hogy megjelenik valami vízió. Nekem borzasztóan fontos például a zene. Nagyon szeretem a zenét, abban is elsődlegesen volt abban az időben, főleg amikor kezdtem, mai napig is tart a kemény rockzene. Nagyon szeretem aztán nyilván a népzenét, a magyar népzenét, és ezek mind inspirálnak. Mellette az olvasás, a filmek világa, a filmekben
például épp azért, mert grafikáimban is zömébe fekete-fehér grafikákat készítek, nagyon erősen inspirált annak idején Ingmar Bergman, az ő képi világa, az ő mondani valója. Olyan dolog ez, mint amikor egymásra rakódnak különböző hatások, és ezekből mindből valami furcsa, érdekes módon találok valami alkotási lehetőséget. Az idő elmúltával, hogy most már lassan 45 éve dolgozom a különböző művészeti műfajokban, ez hozta magával, hogy rengeteg olyan produkciót láthattam, olyan embereket ismerhettem meg, és lettek barátaim, lettünk barátok, akiktől rengeteget tanulhattam. Szemléletet, művészeti kifejezésmódot, produkció létrehozását, és különböző hatások indították el aztán azt, hogy ezeket komolyan véve, nagyon komoly szinten kellett műveljem. Mi most itt Szekszárdon találkoztunk egy új tárlaton, a téli tárlaton. A beszélgetésünk is izzali, de Simon Tornyai vagy. Ott éled egész életedet, vagy pedig valahonnan, máshonnan is származol, illetve máshol is éltél? Hát nagykanizsai születésű vagyok. Nagykanizsán éltem 21 éves koromig, majd utána a házasság révén Budapesten ismerkedtem meg a feleségemmel. Ő bőrvegyésznek tanult, én pedig ugye kirakatrendezőn grafikusnak, és ott találkoztunk. Aztán az élet úgy hozta, hogy házasság lett ebből a szerelemből, és tulajdonképpen én úgy gondoltam, hogy nem olyan nagy ez az ország sajnos, hogy ne tudjunk gyorsan akárhová, ha egy feladat van, ott lenni, ott teremni. Viszont a Éva, a feleségem, ő a bőrgyártól ösztöndíjasként köteles volt visszamenni Simon Tornyára, és hát abban az időben nagyon pezsgő volt az a közeg, az a környék. És így, amikor én oda kerülhettem Simon Tornyára, akkor mindjárt bele is kerültem a mély vízbe rengeteg olyan munkatervel, ami 200 éves évfordulóját élte a bőrgyár, és ahhoz kötődő feladatokkal. De nagykanizsai létemet és a régiónak ezt a fajta szeretetét, akár Zala megye és Nagykanizsa, akár Tolna megye és Simontornya, vagy aztán később összetettem módon Szekszárd és Simontornya, a szívemben őrzöm, és egyik szülővárosom, a másik vállalt és fogadott városom, de gyakorlatilag az ország minden részén megtalálhatóak vagyunk akkor, ha a munkánk úgy kívánja. Egy picit térjünk vissza a te saját alkotói munkádra. Ugye 1978-ban Pákozdon az 1848-as emlékmű köré te tervezted grafikailag a parkot. Azért ez egy másfajta munka, mint amikor egy képet tervezel. Mesélj picit erről, ez hogyan? Ez másfajta kihívás. Itt is szükséges a te ötlettárd, a kreatív alkotó elméd, vagy kicsit azért ez racionálisabb, azért kötöttebb. Hogy élted ezt meg? Mint az előbb mondtam, hogy életemben nagyon sok mindent csodának mondhatok. Amikor katonának behívtak, bevittek, Ercsibe voltam katona, én már fizettem a katonaadót, túlkoros voltam, és azt hittem, hogy megúszom a katonaságot. De nem így történt, bevittek, amint megházasodtam, és a papírjaim Tolna megyébe keveredtek, így egy csomó minden ugye előkerült. Lényeg az, hogy villámgyorsan behívtak katonának. Ez azt jelenti, hogy júniusban kezdtem Simontornyán, és augusztusban vittek be katonának, ifjú házas voltam. És ami az érdekes, hogy Simontornyában egy csodálatos vár, aminek a múltja a művészeti életben nagyon jelentős. És én onnan meghívást kaptam egy kiállításra, ami szeptember 7-én nyitott volna. És augusztus 16-ával, születésnapomon bevittek katonának, és egy más világ került elém. De, mint mondtam, szeptemberre kiállítási meghívásom volt, ami már felépítmény alatt volt, tehát szervezés alatt volt. És a csoda innen indul. Ugyanis katonaként
két-három hét alatt nem tanulja meg az ember még azt a milliót, azt a virágot, nem úgy a rangokat. És egyik este egyszer csak kiabálnak, és a nevemet kiabálják, meg azt, hogy felvigyázz, és jön felém egy magas rangú, mivel hogy sok-sok kitüntetés volt rajta, nyilvánvaló volt az, meg hogy mindenki vigyázva állt, magas rangú tiszt, aki a nevemet mondta, és hogy hol vagyok. És odaállt elém, oda vezették, én vigyázva álltam, és azt mondta, hogy ki a csoda maga. Tehát a csoda innen is jön, szép magyar szokásunk, amit egymást is csodának tartjuk, és mondja, hogy ki a csoda maga. És jelentettem, mondtam a nevem, ahogy ilyenkor katonáiknál kell, és azt mondta, hogy magáért mindenhonnan jönnek levelek, minisztériumból, meg egyéb helyekről, hogy magának kiállítása lenne. És hát hogy van ez meg minden? És mondtam, hogy hát igen, lenne, de hát most itt vagyok, úgyhogy valóban szervezés alatt van. És azt mondta, hogy de ide figyeljen, elmehet. És azt nem akartam elhinni, mert ez is egy csoda volt, hiszen a seregből nem volt csak úgy hazamenetel, pláne eskü előtt és nem ilyen rövid idő után, csak haláleset kapcsán. No, elengedett egy kísérővel, és ott lehettem a kiállításomon, ami egy nagyon-nagyon komolyan megszervezett, és számomra nagyon fontos kiállítás volt. Itt már felfigyeltek arra, hogy na, itt van egy ilyen grafikus, és miután ott voltam katona, történt egyszer csak egy másik csoda, akkor már eltelt idő, és több nagyméretű festménygrafikát készítettem. Bent a seregben is grafikus voltam, és mint kiderült ez az élető, ez a politikai tiszt volt, aki abban az időben a legmagasabb rangú katonai vezető volt, és azt mondta, ő adott nekem nagyon-nagyon sok olyan munkát, hiszen ha jöttek hozzá is az alakulatunkhoz külföldi magasrangú küldöttségek, akkor mindig hozzánk hozták, mert első lépcső alakulatként mi voltunk legközelebb Budapesthez, és oda hozták őket bemutatóra. Nekem még mindig valami ajándéktárgyat kellett készítenem, amit megkaptak ők ajándékba. Tehát így felfigyeltek rám. A mi parancsnokságunk a Székesfehérvárhoz tartozott, tehát innen jön a másik csoda, és az, hogy azon a módon, ami 1978-at írunk, tehát aki emlékszik arra az időre, akár katonaként, hát ilyen nem nagyon történt meg, hogy egyszer csak csörög a telefon, fölveszem, és a laktanya parancsnok azt mondja, hogy van 10 perce, hogy a futballpályán magáért jövő helikopterrel el kell, hogy menjen, úgy készüljön, hogy legalább egy hétre való ruhát és egyebet pakoljon össze. Nincs oda. Elmentem a futballpályára, megjött egy Mi-1-es helikopter, ahol egy magas rangú tiszt volt bent, meg egy civil ember, és fölrepültünk. És közben ott elmondta nekem ez az illető, hogy úgy nézzem meg a tájat, hogy közben fentről rajzoljak. És ennek nagyon fontos szerepe lesz, tehát minden objektumot, amit fontosnak tartok, azokat rögzítsem. És akkor ismertem rá, villámgyorsan ott voltunk Pákozdnál, ismertem rá a Velencei tóra és ugye a környezetre, és leszállva bevittek egy rengeteg katona dolgozott, ott a terepet rendezték, és bevittek egy sátorba, ahol most már tudom, hogy Gyurica Béla, akkori vezérezredes parancsnoksága alatt rengeteg magasrangú tiszt között, én, mint honvéd, ott állok, és mondják, hogy az a feladata, hogy egy honvédelmi, szabadtéri honvédelmi parkot kell megtervezni, ahol a felvezető műszaki utaktól a kiszolgáló rendszerekig, a parkolókig, a büféig és a különböző pisztolytól a repülőig bemutatandó magyar akkori arzenálnak a kiállítását, a honvédség és a lakosság bevonásával minél szorosabban megismertetés céljából alakítanánk és csinálnánk. Most ehhez én csináltam 3-3,5 nagyméretű grafikai tervet, ami akkor elkészült. Ez az ember, aki a helikopterben még rajtam kívül volt, egy földmérnök volt, sajnos a nevét már elfelejtettem. Nem sokat voltunk így közvetlen kapcsolatban. Ugyanis ezt az egészet
szektorokra bontva úgy tervezte meg, hogy könnyen megközelíthető, átlátható, megismerhető legyen, és ez ideiglenes honvédelmi park volt. Tehát azért ez az elődje volt, ahogyan Benkő Tibor honvédelmi miniszter úr tavaly egy elismerő oklevéllel ismerte el ezt az akkori tevékenységemet, egy ünnepség keretében Pákozdon, elmondta, illetve az oklevél tartalmazza azt, hogy én voltam az első, akinek terveiből, rajzaiból 40 év alatt kialakulhatott az, ami ma az emlékpark. Tehát nem a mostani emlékparkot tervezte meg, hanem tulajdonképpen ennek az elődjét. Amit viszont örömmel konstatáltam, hogy az egész rendszer, az egész feljáró műszaki rendszer, feljáró utak és a terület annak a tervnek az alapján ugyanoda került és ugyanoda épült. Úgyhogy nagyon jó érzés, hogy az ember olyanhoz adta akkor ugyan parancsra a nevét, ami meghaladta ezt a kort, ezt az időt, és a céljával maximálisan egyetértek. A célja az, hogy a lakosságot minél jobban megismertesse a honvédségnek azzal a szerepével is, hogy a hazaszeretetre nevelés, a fiatalok nevelése mennyire fontos, és itt különböző olyan történelmi emlékhelyek és attrakciók vannak bemutatva, amiket a történelmi oktatás során is megismerhetnek. A parlamentben is van grafikád alkotásod. Milyen munkák ezek? Ez abban az időben történt, amikor Dávid Ibolya volt igazságügyi miniszterasszony, és ő vele, mivel a körzetünknek is országgyűlési képviselője volt, és mondta, hogy a Tamási egy körzetben volt, de még magánemberként, abszolút a politika mentesen magánemberként ismerkedtünk meg egy alapítvány létrehozásán, amiről majd beszélnék, az a Színházi Nyár Alapítvány kapcsán, és ő látta a munkáimat, és ő kért fel, hogy ezekből a munkákból legyen a parlamentben bizonyos olyan helyeken, ahova ő szerette volna. Ez Számos Dénak a büszke tulajdonosa lehetsz, többek között Babits Mihály díjas is vagy, aztán a Magyar Művészettér díjrendszernek az Ex Libris díját is elnyerted. Ugye a művészvilágban azért sokan tudják, hogy mi ez az Ex Libris, néha hallani is így a hétköznapokban, de sokan nem tudják. Avasd be egy picit a nézőket, és hogy pontosan mi az Ex Libris. Hát ez egy érdekes dolog. Az Ex Libris magában a grafikai műfajban, Kis képem, kis könyvem címmel lehet lefordítani. Tulajdonképpen egy valakiről készített átfogó, rájellemző motivumokkal megalkotott kis grafika. Egy kis nyomat, egy kis könyvbe tehető könyvjelző, vagy egy kis könyv tulajdonképpen. Itt ebben az esetben a Magyar Művészetért díjrendszerbe tartozó Ex Libris díj, ez a rendszeren belül mi magunk vagyunk ezek a kis könyvek. Tehát nem grafikai értelembe véve, hanem a tevékenysége révén az ember. Ebben a díjrendszerbe kap úgynevezett meghívást és elismerést azokért a magyarságért végzett cselekedeteiért, amiért egy 8 nemzetből álló zsűri ajánlatot tesz, és meghívja ebbe a körbe. És a Magyar Művészeti Díjrendszer keretében dr. Gubcsi Lajos ennek a vezetője, és az ő vezetésével, de akkor még Kőpát volt, nagyon híres színészek, művészek ennek a grémiumnak az alkotói, akik voltak, illetve újak vannak, és ők szavazták meg ezt a kitüntető címet. Na most fölteszek egy olyan kérdést, ami a világ legrosszabb kérdése szokott lenni festőművészek, grafikus művészek felé, hogy mennyi idő alatt készülsz el egy alkotással. Igazából az érdekelne ezen belül, hogy milyen a munka módszere, de leülsz, nekiállsz, és amíg el nem készül, ott ülsz, ha kell 3 napon át, vagy pedig azért úgy érleled, dolgozol pár órát rajta, elmúlik 3-4 nap. Hogy zajlik ez nálad tényleg? Hogyan dolgozol ilyen értelemben? Egy kicsikét így közelebbre a műhely munkába, a kulisszatitkaidba avasd be. Kétféle dologról beszélhetek. Az egyik a képgrafikai munka, amikor irodalmi mű, vagy zenei mű, vagy valami
érzelmi emóció hatására készül el valami ötlet, vagy indul el egy kép. Azokban az esetekben én meg szoktam álmodni. Tehát megálmodom a készképet, mert foglalkozom vele, foglalkoztat, előtt olvasok rá, rákészülök, kibontom a témát, és amikor a kép teljesen tiszta, világos előttem, akkor állok neki dolgozni. A kép grafikánál általában hajt, és minden munkánál teljes tűzzel dolgozom, és hajt annak a vágya, hogy minél előbb a fehér papírból kibontakozzon ez a mondandó, ez a mondani való, amit én képbe el akarok mondani. A másik feladatnál ott a múzsa a határidő. Amikor ipari grafikai munkát kell készítenem, akkor a határidő az, ami behatárol, akár egy könyvillusztrációs munkánál, akár más tervezői munkánál. Egy darabig húzza az ember, mert ott is megrágja, hogy minél finomabb legyen, minél hatásosabb, ütősebb legyen az a mondandó, az a grafika, és a megrendelőnek is nyilván megfeleljen. De a kép grafikánál ott el szoktam tenni, és amikor egy részletét teljesen világosan is nyitottan látom, akkor viszont addig készítem, amíg be nem fejezem. Tehát nagyon gyorsan dolgozom, amikor tiszta és világos előttem minden. Úgy nem, van, amikor nem kristályosodik ki egy dolog, akkor inkább elteszem, és olvasok utána, vagy hallgatok zenét, vagy vissza kell zökkenjek abba az érzelmi hullámhozra, ami adta ezt az ötletet, és akkor folytatom tovább. Ez azt jelenti, hogy van, mivel hogy nagyon-nagyon részletgazdag pontrasztel, tusrajz technikával dolgozom, ami eleve nem gyors, lendületes, mint egy festő esetében, hanem nagyon aprólékos és finom munka, ezért nem lehet gyorsan, hanem bizonyos ütembe készíteni. Ami talán érdekesség még ebbe a témakörbe tartozik, hogy majdnem minden képemen van például szem, vagy néz szembe velem a képen valaki. Vagy a megszemélyesített metafora alakul át valamilyen emberré, vagy szem. Tehát mindenképpen van szem. Borzasztóan fontos számomra. Tehát szembe kell nézzem velem, és ha érzem a képembe, hogy az él, akkor tovább tudok dolgozni, és akkor tovább bomlik ez a mondandó. Még egy kérdés, ugye az ember a grafikát fekete-fehér szürkés tónusokban tudja elképzelni, de van színes grafika is. Te hogy kötődsz a színes verzióhoz? Melyiket szereted jobban? Én nagyon szeretném a színes verziót, de a fekete-fehérhez tértem vissza, most nem olyan régen. A sokszorosító kényszer miatt kellett a komputer grafikával is foglalkoznom, ahol színes képeket készítettem. Az én módszerem a tusrajzoknál, amit tovább tudtam fejleszteni a szitanyomásra. Ott például készültek színes nyomatú szita nyomat képeim, de nem volt célom az, hogy ebből nagyon sokat készítsek, tehát nem a célom volt a sokszorosítás, hanem az inkább egy kényszerpálya volt a nyomdai világ felé. A képgrafikáimban pedig maradok a tusrajzoknál, mert árnyalt, finom, mély érzéseket lehet vele kifejezni. Én nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és még egyszer szeretnék gratulálni a nagyon magas rangú elismeréshez. További nagyon-nagyon sok szép, sikeres munkát kívánok. Köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!